Családomhoz olasz-svájci Tessin tartományban fekvő Szolduno helységéből származik. Dédapám onnan ment az előző század elején Bécsbe, majd a bajorországi Landshutba, ahol megtelepedett, és városi kéményseprőmester lett. Ott házasodott meg. Nőül vette Hagen könyvnyomtató lányát. Házassága balszerencsésen kezdődött, mert az esküvői vacsorán apósa hirtelen halállal meghalt. 24 fiú és egy leány gyermeke született, akik közül csupán 7 fiú és az egy lány maradt életben. A fiak közül a legidősebb volt az én nagyapám, aki végül is Bécsben kötött házasságot egy jómódú pék leányával, akivel aztán később visszatért Landshutba, és ott élte életét apja örökségébe lépve. Nagyapám 3 fiút és 2 leánygyermeket nemzett. Édesapám, aki 1784-ben született legidősebb fiúként, bár tanulni szeretett volna, ezt mégsem tehette meg. Kénytelen volt ő is kéményseprővé lenni. Szívesen rajzolt és festett, megtanult metszeni is. Máig őrzöm néhány alkotását. Később, mint katona, majd mint civil ember sokat vándorolt Itáliában, Svájcban, Franciaországban. Ezen közben jól megtanult olaszul, franciául és még latinul is. Apám Kismartonban ismerkedett meg édesanyámmal, akivel az 1819. évben házasodtak össze. Így jöttem én Kismartonban a világra, bár mégsem itt nőttem fel, mert szüleim abban az esztendőben, amikor 3 éves lettem, visszaköltöztek Bajorországba, hazai földre. Ott azonban kevés rokont talált apám, mivel az édesanyja és testvérei meghaltak. Egyik testvére csatában esett el, másik Oroszországban fagyott meg. Édesanyám bécsi születésű Regenauer lány volt, akinek családjáról keveset tudok, de annyit igen, hogy egyik nagyapja prágai kőfaragómester volt. Hogy anyai vagy apai ágon-e, azt már nem tudom. Édesapámat 1830-ban sajnos igen korán veszítettem el, s maradtam árván 5 éves öcsémmel, Sebastiannal együtt. Szegény, szegény anyám, mi más tehetett, mint hogy hozzáment segédjéhez, bizonyos Johann Flughoz. Alapiskoláimat és az ipari iskolát Landshutban jártam ki. Az utóbbiban különös örömömre szolgált, hogy festeni, rajzolni és modellálni is tanulhattam. Rajzaimmal pedig díjat is nyertem. Éppen rajzaim miatt leltem jó pártfogóra Cébel tanárnál, akinek igen sokat köszönhetek. Ő szeretett volna engem a Müncheni Litográfia Intézetbe juttatni, ahonnan talán módom lehetett volna a Művészeti Akadémiára bejutni. De sajnos, hogy mostó apám semmi megértéssel nem volt a tervek iránt, így aztán nem maradt más számomra, kéményseprést kellett tanulnom. Ó, hányszor gondoltam, élne csak apám, akkor egész életem másképp alakulna. De végül is belenyugodtam Isten akaratába. Mi más tehettem, hiszen nem sokára, 1843 őszén elveszítettem drága jó anyámat is. A mostohapám pedig ahelyett, hogy átadta volna nekünk a családi üzletünket, amiért én is oly sokat áldoztam, úgy határozott, hogy újra nősül. Mi maradhatott más számomra, mint nehéz szívvel vándorbotot fogni. Az otthon töltött időkre mindezek ellenére mégis nagy szeretettel gondolok. Eszembe jutnak mestereim. Az ügyes ácsmester, Herr Neff, aki rajzórákat adott, tőle építészetet és némi tervezést tanultam. Vagy a festő Bergmann, aki még a régi jó iskolák mesterei közé tartozott és festeni tanítgatotta, vagy rajztanárom Polnek, aki szintén igen jól értette mesterségét, és aki az ornamentikában való jártasságomat fejlesztette. És nem utolsó sorban városom, Landshut, amelynek számos műemléke segített hozzá, hogy a régi korok művészetében eligazodjam. Ebben az időben sokat olvastam, néha napján egészen virradatig, de még ennél is sokkal jobban szerettem rajzolni.
Lerajzoltam jó szerint mindent, ami kezem ügyébe került. A rajzolás tárgyaiban igazán nem voltam válogatós. Ezért aztán meglehető sokoldalúságra tettem szert, amire későbben igen nagy szükségem is lett. Hát így történt, hogy összetört szívvel ugyan, de némi készségekkel és jártasságokkal felfegyverkezve indultam el az utamon. Az első úti cél München volt. Régebben, úgy 10-12 éves koromban többször kísértem anyámat ebbe a városba, így voltak róla benyomásaim. De mi volt az a mostanihoz képest? A 23 éves fiatalember számára, aki voltam, olyan óriási és meghatározó jellegűek voltak a város emlékei, pezsgő művészeti élete, hogy elhatároztam, én is művész leszek. De hogyan? Hiszen a legjobb lehetőséget erre már elszalasztottam. A járható útnak azt tűnt, ha magam gyűjtök pénzt tanulmányaimra. Több mint két éven át erőt adott ez a gondolat bajorországi hányódásaimban, amikor keresztül kasul utaztam a vidéket, hol kéményseprőként, hol festőként dolgozva. Igaz, ezen idő alatt sok barátot szereztem, akik segítették pályám alakulását, és rávettek arra, hogy szorgalmasan tanuljak és rajzoljak. Most is úgy tűnik nekem, hogy a kéményseprés olyan mesterség, amely sokkal több lehetőséget ad a tanulásra, ismeretszerzésre, mint más mestersége. Így nézve a dolgot, tudom, valóban sokat tanultam ekkor. Szertettem jó adag emberismeretre, kitartásra. Ez nagyon fontos, és végül is sokkal több annál, amit egy jobb sorsú fiatalember bármikor megtanulhat. Végül nem tudtam nem engedni annak a belső kényszernek, hogy felkeressem és megismerjem szülőföldemet. Az elhatározást tett követte. 1845 őszén nekivágtam Nibelung útamnak, és épp szüret idején értem Bécsbe. Egy ideig itt tartózkodtam, arcképek és kis akvarell rajzok festésével, eladásával kerestem némi pénzt, aztán elindultam. Nekivágtam, hogy Pottendorfon, Fraknón és a Rozália hegységen át, azon az úton, amelyről szüleim annyit meséltek, Kismartonba érkezzem. Itt voltam végre. De sehol a világon eddig nem éreztem magam olyan egyedül és idegenül, mint itt. Senki hozzátartozóm, senki ismerősöm, mert aki volt, vagy lehetett volna, az mind elköltözött, vagy meghalt. Így hát egy napi tartózkodás után szomorúan elhagytam ezt a számomra bús, de mégis oly drága várost. Úgy határoztam, hogy Pozsonyon át Pestre, majd vissza Bécsbe, és végül haza Bajorországba utazom. De másként kellett történjen. Egy horvát nő, akitől a Pozsony felé vívő utat tudakoltam, nem azt mutatta meg, és így Pozsony helyett Sopronba vezetett utam, hogy aztán végképp itt is maradjak. Kevéssel később megismerkedtem a városi rajztanárral, Steinacker Károllyal. Szerettem volna ugyanis beiratkozni az általa vezetett vasárnapi rajziskolába. Amikor felkerestem és elmondtam neki szándékomat, ő megkérdezte, mi a mesterségem. Megmondtam becsülettel, hogy kéményseprő vagyok. Erre nem túl barátságosan rám mordult. Na most már mindenki rajzolni akar, még a kéményseprők is. Ez a nyers fogadtatás elszomorított ugyan, de nem hagytam annyiban a dolgot. Elmondtam, hogy régóta rajzolok, és modellálni is szeretnék. Erre a mester kérte, mutassak valamit a rajzaimból. Elővettem a vázlatkönyveimet, és átadtam neki. Végiglapozta, majd észrevehetően barátságosabb hangon kezdett velem beszélni, meginvitált Szent György utcai lakásába, ahol azután elém tett egy Madonna képet, másoljam le. A próbát kiálltam. Ettől kezdve jó barátok lettünk, minden szabad időmet nála töltöttem, képeket másoltam, sokat tanultam tőle.
Steinacker minden ismerősének elmesélte, hogy milyen ügyes kezű kéményseprő jött a városba, miáltal hamarosan ismert és talán csodált személy lettem. Felsőbb körök is igényelték ismertségemet. Széchenyi Lajos gróf, akinél kéményseprész céljába jártam, majd megjavítottam egy sérült falfestményt is, bemutatott több főrangú személynek. Többek között Sophie főhercegnőnek, Ocskai bárónénak, akik mind kis kompozíciókat rendeltek tőlem, és azt hitték, nem is igazi kéményseprő vagyok, hanem emigráns olasz festő. Sophie főhercegnő szerette volna, ha Bécsbe költözöm. Mentem is volna szívesen, hogy híres művészekkel együtt dolgozva minél többet tanuljak és bővítsem tapasztalataimat. Időközben azonban kitört a márciusi forradalom 1848-ban. Egy fél év múlva kötöttem házasságot volt kéményseprő mesterem özvegyével, aki egy fiú és egy leány gyermeket hozott magával. Még házasságom előtt megismerkedtem a francia származású dragonyos főhadnaggyal, Eduardo de Linage-zsal. E nemes és műértő férfi sok komoly ismerettséget szerzett nekem, amelyekre óriási szükségem volt akkoriban. Általa ismerkedtem meg Steinlein grófnéval és Auersperg hercegnével. Nekik is készítettem rajzokat, mert a kegyes dámáknak igen tetszettek a vázlatkönyveimben látottak. De mi a legfontosabb, Amerling festőművészhez is ő vezetett be. E nemes, aranyszívű művésznek nem csak későbbi kapcsolataimat köszönhetem, hanem ami ennél is fontosabb és becsesebb számomra, megbízásai által jó adag elismerésre és önbizalomra tettem szert. Ő ismertetett meg Breiner gróffal, egy kiváló műbaráttal is, és aki szintén sok megrendelést szerzett számomra. Amerling révén kerültem kapcsolatba jelentős építészekkel, festőkkel, akik mind támogattak és megbizatásokkal láttak el. Általuk és megrendelésék által egyre ismertebb lettem Bécsben. 1857-ben a műemlékekkel foglalkozó Bécsi Centrálkommisszión szervezete korrespondentjévé választott. Megrendeléseim, terveim, rajzaim száma hirtelen úgy megnövekedett, hogy 1858-ban szükségét láttam Bécsbe áttelepedni, hogy felkéréseimnek minél jobban eleget tehessek. A rendvégen vettem ki egy kis szobát, és ott dolgoztam reggeltől estig, de frissen és boldogan. Fáradozásaimat nem remélt siker koronázta. Számos ismerettséget kötöttem, és talán Bécsbe települök, ha nem jönnek közben más dolgok. De az úrnak más tervei voltak velem. Még ebben az évben történt, hogy az Alsó Ausztriai Iparművészeti Társulat kiadott egy újságot, Gewerbe Kunstblatt címmel, amelyben felkértek, működjek közre. Így az első évfolyamok részére számos műlapot terveztem kitartó szorgalommal, amely nem csak jó hírneve, de szép summa pénzt is hozott számomra. A szintén kiváló műértő és műbarát Dávid Hollenbach udvari bronzöntővel is szorosabb kapcsolatba kerültem. Megrendelései közül legjobban az asztaldísznek örültem, amely Lipót főherceg számára készült, és amelyet én tervezhettem. E felkérésnek igen nagy örömmel tettem eleget, és mindenki megelégedésére kiöntötték még abban az évben. Így maradtam Bécsben 1859 tavaszáig, és maradtam volna valószínűleg tovább is, ha mostoha fiam, aki a kéményseprő üzletet vezette, meg nem betegszik, és meg nem hal. Nem maradt tehát számomra más, mint hazatérni, és átvenni az üzlet vezetését. De nem mondhattam le művészi munkáimról. Még mindig küldtem terveket Bécsbe. Közben
elkészítettem a már korábban felmért soproni Szent Mihály templom restaurálási terveit is, egyelőre csak a magam örömére. E terv kivitele nem sok jóval bíztatott. Kevés esélye volt annak, hogy valaha is megvalósul. Néhányan ugyanis a tiszteletreméltó konvent tagok közül egy bécsi dekorációs festővel akarták megoldani a templom helyreállítását, aki például aranyozni akart az oda nem illő barokk oltárokat. Szerencsére a plébános Franz Salesius Rach felismerte az én terveim jelentőségét, és elfogadásra ajánlotta azokat. Sajnos az említett urak ellenezték ezt, olyannyira, hogy a dolog abba is maradt. Szerencsésebb volt a második nekifutás 1862-ben, mert ekkor már elfogadták terveimet, és azok kivitelezésével is engem bíztak meg. Óriási örömmel fogadtam ezt a feladatot is, hiszen annyi éve foglalkoztam már csupán a magam gyönyörűségére ezzel a munkával, sok egyéb megrendeléseim mellett. Ez a munka végre itthon is meghozta számomra a szakmai elismerést. Rommel Flóris 1863-ban kelt levelében eképpen üdvözölt. Nem csak én, de mi mindnyájan nagyon örülünk az ön munkájának, és igazán gratulálunk a Szent Mihály templom restaurálóinak, hogy egy Stornó Ferencet találtak. Épp oly nagyon kívánnám azt, hogy ön egészen a miénk tudjon maradni. Ezzel a munkával indult meg aztán restaurátori pályafutásom. Rommel Flóris művészettörténész és Ipoly Arnold a histográfus főpap, majd a Magyar Tudományos Akadémia elismertek már, mint gyakorlott szakembert. 1863-ban Vas és Zala megye, majd 1869-ben Erdély művészeti emlékeinek felmérésével, lerajzolásával bíztak meg. Jártam Szlavóniában, Németországban, és még arra is volt időm, hogy Kisfaluzi Sándor Csobánc című költeményét illusztrációimmal kiadjam. Dolgoztam a győri püspöknek is, a Pejácsevics grófi család többi tagjának. Most is sokat dolgozom, tervezek oltárokat, de kilátásom van egy óriási munkára, amely minden bizonnyal eddigi tevékenységem csúcspontja lesz. Az ezeréves Mártonhegyi, vagy más néven Pannonhalmi Bencés apátság helyreállításával bíztak meg engem. Rommel Flóris így kedves szavakat intézett hozzám 1867-es levelében, mikor az apátsághoz első terveimet készítette. Az ön kiváló és érzékletes munkáinak sikere örömmel tölt el engem. A Mártonhegyi stúdiumai, amint azt a püspök úrtól hallom, igen nagy megelégedésükre voltak. Én sem vágyom többre, mint hogy ez az öreg és gyakran rosszul kezelt dóm visszakapja úgy, ahogy azt lehet, az ő egykori eredeti egyszerűségét és nagyszerűségét. Így állok most, talán utam végéhez közel, öntudatosan, de nem ellustulva, hanem derekasan dolgozva, és bár lehet, hogy szorgalmam nem övezi olyan dicsés fényesség, mint mások fáradozásait, mégis bizakodom. A kevesebb elismerést és fényt életem nehéz körülményével magyarázom. Megpróbáltatásaimat, melyek ezeket az éveket gondokkal, fáradtsággal tetézték, nehéz sorsomnak tudom be. Talán akad néhány akadémikus művész, aki ferde pillantást vett. A magamfajta ösztönös művészre ezen nem csüggedek, mert vigaszt jelent számomra ugyanakkor, hogy fontos társaságok választottak tagjukká, és hogy vannak olyan professzorok, akik a társadalom élvonalába tartoznak, és mégis megbecsülik, elismerik munkámat. Ettől lehet, hogy helyemben mások
körzőt, ecsetet eldobva elhagyták volna már a pályát, de én nem tettem ezt. Nyugodt lelkiismerettel mondhatom, magam alakítom az értékeimet, amelyekre figyelek. Csak segítene engem, Istenem, aki már oly sokszor megsegített, sok imádságom meghallgatta, és vágyam teljesítette. Csak abban segítene, hogy fiaimat az emberiség hasznára és a maguk boldogulására felnevelhessem. Adj erőt, Istenem. Amen.